Három napon belül harmadszor játszott egymás ellen az Alba Volán és a Csíkszereda együttes a Jégkorong OB1-ben. Az első két mérkőzés mérlege 1-1 volt. Nem volt olyan sima a fehérmezes Csíkszereda számára a tartalékos felállásban játszó Volán elleni találkozó, mint amilyenre a vasárnapi eredmény alapján számítottak volna, sőt. Ugyan Miszán révén a 6. percben ők szereztek vezetést, de Grösul Tamás hamarosan egyenlített, mi több. Az utolsó harmad elején már a mesterhármasa is összejött. Ez a játékrész azonban ahogyan hétfőn, úgy most sem igazából a Jégkorongról szólt. Ugyan Ozrovenszki góljával a 47. percben 3-2 lett az állás, de nem sokkal később Filip dühében még a játékvezetőknek is nekiment, amiért végleg kiállították, ahogyan a meccs során két másik csapattársát is. Szerencsére néha azért játszottak is a csapatok. Hodor és Szőcs gólyaival végül 4-3 lett a végeredmény egy szoros, de nem feltétlenül élvezetes meccsen, amelyet a hazaiak tulajdonképpen két sorral játszva nyertek meg.